Kosztolányi Dezső életműve ugye eléggé vitatott életmű, a mai napig vannak olyan fekete foltjai, inkább azt mondanám, amelyek akár kultúrpolitikai vitákat is kiválthatnak. Ez különösen az újságíró Kosztolányira igaz, úgyhogy én előadásomban elsősorban az újságíró Kosztolányról fogok egy ilyen rövidebb látleletet adni. A szépírótól nem választható el teljesen, egyrészt azért, mert tehát ezek a szövegek hatnak egymásra, rengeteg áthallás is van a szövegek között. Ugye ő professzionális újságíró, tehát ez nincs az, hogy lenyomat nélkül maradna az életművében. Ugyanakkor az újságírást olyan színvonalra, olyan szintre emeli, olyan irodalmi szintre, ami hát tehát a szép irodalmiságát is biztosítja a publicisztikájának, a szép irodalmi jellegét. Ezért van az, hogy nagyon sok olyan cikke van, amelyek akkori aktuál politikai kérdésekről szólnak, és a mai napig aktuálisak, nem csak azért, mert a történelmi áthallások miatt, vagy hogyha nem ismerjük ezeket a történelmi áthallásokat, akkor is olvashatóak, mert hogy pont ez az általánosabb szintre emelés, művészibb szerkesztés, és tömörebb, összetettebb mondandó az, ami az ő újságíró munkásságát is végülis örök életűvé avatja, ha mondhatunk ilyet. Ugyanakkor a publicisztikáját, ha megnézzük, az egy nagyon színvonalas publicisztika abból a szempontból is, hogy nagyon tág műfajiságú, tehát ugyanúgy napilapokban közli nem csak a vezércikkeket, a riportokat, hanem a tárcáit, akár a nyelvészeti tanulmányait, a műelemző gyakorlatáról szóló szövegeit, például ezek Pesti Hírlapban jelennek meg, tehát abszolút egy napilapos anyag. Tehát nem lehet a szépíró és az újságíró Kosztolányi teljes mértékben elválasztani egymástól. Ugyanakkor Kosztolányiról jól tudjuk, hogy ő azt hirdette, hogy az irodalomnak, a művészetnek ne legyen semmi köze a politikához, konkrétan az aktuál politikáról beszél. Ez például a 29-es Adi vitában is említi, ugye ezzel is a kortársainak is kivívja úgymond az ellenszenvét is, hogy nagy vitákat vált ki, amikor Adit politikai propaganda költészettel vádolja a lényegében, és esztétikai alapokra szeretné helyezni az értékítéletet a politikai helyett. Az 1929-es Adi vitát a Toll című lap írta ki, egy Adi ankétot Adinak a halála után 10 évvel, és arról szólt, hogy hogyan látjuk ma Adit. Kosztolányin kívül lényegében mindenki ilyen dicsérő szózatokat zengett róla. Kosztolányi volt az egyedüli, aki elég radikális véleményt fogalmazott meg, és így többek közt a Nyugat nagy képviselőivel, akiket barátainak tekintett inkább, Babiccsal is például, vagy Móriczal is ellentétbe került. Mindennek ellenére az újságíró munkásságában viszont azért nagyon erősen ott van a politika, különösen az 1920-as évek elejéig. Ez követően konszolidálódik egy kicsit, de most nézzünk meg néhány állomást, hogy melyek azok az állomások, ahol az ő politikai újságíró szereplése megjelenik. Az 1910-es évektől indulok, bár korábban is már a Vészi József lapjánál megjelennek neki olyan szövegei, amelyek, ez a Budapesti Napló, amelyek hát politikus szövegek. Amit kiemelek én most ebben az előadásban, az a 10-es évektől, a világháborús időszaktól a Világ című labban főmunkatárs. Ez egy szabadkönyves napilap, Kosztolányi is ekkor lesz a szabadkönyves testvériségnek a tagja, és itt egyrészt olyan cikkeket ír, amelyek az akkori Tisza kormányzatot támadják, és inkább ilyen szociáldemokrata nézeteket fejt ki, tehát a szociális érzékenységre, azokra a rétegekre helyezi a hangsúlyt, amelyeknek érdekérvényesítésükért küzdenek. A szabadkönyvesség ugye Kosztolányinak az életében ugye szabadkai gyökerei is kapcsolatba hozták a szervezettel. Ugye tudjuk, hogy Kossuth is szabadkönyves volt, és a Kossuth hívő nagyapát is részben követi ezzel.
akkor a családon belül Csád Géza édesapja Brenner József, ők is nagy szabadkönyvesek voltak, és hát Budapesten Kosztolányi eleve olyan körökbe kerül, a Budapesti Naplónál, a Nyugatnál is, ahol mindenhol gyakorlatilag szabadkönyvesekkel találkozik. Tehát ez a korban szokás is, részt is vesz, tehát egy ilyen szellemi, értelmiségi körbe bekapcsolódik, és aztán majd pont ebben a Pardon radikális időszakában, illetve már egy a kommun alatt többekkel együtt ilyen különböző szakadások jönnek létre, és Kosztolányi is akkor távolodik el erősebben. Jellemző rá, ez érdekes, hogy ahogy a világháború kitör, mint nagyon sok más íróra is, tehát ezt is később úgy értelmezik, hogy az írók nagy része kezdettől fogva pacifista, főleg a nyugatos írók, ami nem teljesen igaz, nem csak Kosztolányi militarista ebben az időszakban, hanem például Ignotusnak is van ilyen jellegű szövege, és Európa szerte a jeles írók, nagyon sokan még a kezdetén a háborús propaganda hatására is militarista nézeteket hirdetnek. Idővel aztán ez változik, viszonylag korán, ahogy ugye a harctérről a különböző hírek jönnek, és ugye az újságírók ismerik azokat a híreket is, amiket a nagy közönség nem, mert ugye a cenzúrázás előtti állapotokat is ismerik. Így aztán erős pacifista lesz idővel Kosztolányi is, amit például ebben a Világ című napilapban a írt vezércikkeiben fejti ki ezt a működését. Ezt követően a Pesti Napló munkatársa lesz, ez már a világháború vége, őszi rózsás forradalom felé, ahogy haladunk. A Pesti Napló az Hatvani Lajosnak a lapja, Hatvani és az egész lap nagy támogatója a Károlyi féle politikának. Kosztolányi ekkor ezt a 48-as függetlenségi politikát képviseli ezekben a cikkeiben. Ezek természetesen nem összeegyeztethetetlenek az eddigiekkel. És itt erős motivációja, erős családi motivációja is van, hiszen tudjuk, hogy 48-as honvéd százados volt a nagyapja, ahonnan egy nagyon erős Kossuth kultuszt örököl Kosztolányi, és ez a függetlenségi érzület, ez lényegében mindvégig jellemzi őt. Kosztolányi Ágoston volt Kosztolányi Dezső nagyapja, aki eredetileg színész volt a foglalkozása, és aztán igen fiatalon, ugye a 48-49-es szabadságharcban részt vett, többekkel együtt, társaival együtt emigrál, Bulgária, Törökország, bejárják Amerikát is, ahol egy dalárda tagja, különböző munkákat vállal, és aztán, mikor hazatér Szabadkára, akkor kereskedni kezd. De ez a világjárás, ez nagy hagyomány lesz a családban, mert a fiát, Kosztolányi apját is majd Berlinbe küldi tanulni, és aztán Kosztolányiról tudjuk, hogy ő pedig a Bécsi Egyetemen tölt majd el pár fél évet. Az őszi rózsás forradalmat már egy kicsit szkeptikusan fogadja, de ez még annyira nem feltűnő, ha lehet ezt mondani. Tudósítóként jelen van az Astoria forradalmi eseményeinél, ugye ott az Astoria szállóban és a Károlyi palotában, ez a mai Petőfi Irodalmi Múzeum épülete, ott zajlottak főként az események. És aztán idővel a Pesti Napló nem volt Kun Béla híve, sőt örvendezve írt róla, amikor Kun Béla a letartóztatásba kerül, még a tanácsköztársaság előtt, és aztán nem sokkal utána, amikor kitör a tanácsköztársaság, vagy hát kitört, tehát kikiáltják úgymond a tanácsköztársaságot, de ezt azóta már tudjuk, hogy nem a dicsőséges 133 nap volt, hanem egy kemény katonai diktatúra, vörös terrorral fűszerezve. Tehát ekkor a Pesti Napló is egy olyan lappá válik, mint az összes többi polgári napilap, hogy üldözött lapok lesznek. A papírhiányra hivatkozva, de tulajdonképpen politikai okokból is ezeket a lapokat mindent betiltják. Kosztolányi tehát ebben az időszakban újságíró, ugye egy állástalan újságíró lesz. Egy-két színházi lap még marad az elején, és hát aztán a végén ugye a Vörös Újság tarol, ha lehet ezt így mondani. És ezekben a színházi lapokban a Kosztolányi egy kicsit ír erről a kommunista színház eszményről is, hogy úgymond a nép, a nagy közönség is jöjjön be a színházba, de aztán egyre inkább olyan szövegei jelen
jelennek meg, és azokból se túl sok, ahol azért finom iróniával, meg kritikával illeti a tanácskormányt. Konkrétan Kun Bélával egy nagyon erős, tehát vele is, meg Lukáccsal is erős személyi ellentétei is vannak. És amikor a polgári újságírókat szeretnék háttérbe szorítani, sőt egyenesen azzal fenyegetik őket, hogy tehát ilyen kivégzéssel, tehát a Vörös Újságban megjelenik egy olyan kiáltvány, amelyik úgy beszél róluk, hogy az újságírók henye kasztja, meg pusztuljanak, tehát ilyen retorikával, akkor Kosztolányit meg is nevezik, mint egy olyan cikknek a szerzőjét, amelyet a tanácshatalom nacionalista cikknek minősít. Talán ez is lehet az oka, hogy Olaszországban olasz lapok megírják, hogy Kosztolányit kivégezték a kommün alatt. Ezt maga Kosztolányi el is rakja, tehát ez neki megvolt ez a cikk, erről később így interjút is ad. Most ezek után következő, ugye ebben az időszakban történik a román megszállás, a párizsi béketárgyalások, és ugye tudjuk, hogy trianoni békeszerződés következik. Kosztolányi szabadkai, tehát ebben az időszakban elcsatolják, szerb megszállás alatt van ugye már a világháború, a vesztes világháború végétől a terület. Ugye Csáth Géza is ekkor hal meg, tehát rengeteg személyes vonatkozása is van Trianonhoz, és egyáltalán ez egy ilyen kollektív gyász ekkor, tehát akinek nincs semmilyen határon túli rokonsága, azokat is nagyon megviseli, tehát gyakorlatilag ez egy kollektív ügy mindenféle pártpolitikai hovatartozástól függetlenül. És ebben az időszakban lesz Kosztolányi a fehér terror időszakában, 19 őszétől az Új Nemzedék című radikális nemzeti napilapnak a munkatársa, és ott szerkeszti a Pardon című rovatot egészen 1921. augusztusáig, amit aztán az utókor egy igencsak vitatott rovatként kezel, és nagyon sokáig ezt nem adták ki, ezt most a napokban épp jelentetjük meg. Tehát az elmúlt évtizedek alatt, még a rendszerváltás előtt lényegében Kosztolányi ezért volt a munkásságával indexen, főként emiatt a szereplése miatt. Milyenek ezek a cikkek? Ezek ilyen rövid glosszák, és az a lényeg, hogy van bennük antikommunizmus, antiszemitizmus, irredentizmus, tehát sok vitára adnak okot. Tehát 1921-ben ugye Kosztolányi, amikor a Pesti Hírlaphoz kerül, és ugye a betleni konszolidációval párhuzamosan ugye az ő véleménye is, vagy hát a szerepvállalása is konszolidálódik, és akkor így megfogadja Füst Milánnak, hogy politikai kérdésektől a jövőben távol marad, amit többé-kevésbé be is tart, viszont a nagyon erős politika ellenes művészet eszménye ekkor fejlődik ki igazán, és ekkor írja meg a nagy tanulmányait ezzel kapcsolatban.